Köszöntöm Önöket! Ezúttal a témánk tabu. Olyan, amit nem szívesen feszegetünk, pedig ha többet tudnánk róla, talán egészen másképp látnánk az életünket is. Az elmúlásról, a halálról lesz szó a következő percekben. Először egy filmrészletet mutatunk, egy olyan filmből, ami itt készült a 2000-es évek elején a Fehérvár televízióban, és olyan emberek történetét meséli el, akik megélték már a halál állapotát, de visszajöttek belőle. Itt a lakásban takarítottam, és nagyon erős szorító érzést éreztem, illetve légszomjat. És ki akartam menni, illetve el is indultam kifele a férjemnek szólni, hogy valahogy segítsen rajtam, mert úgy gondoltam, ez valahol őtől vártam a segítséget, de az udvaron összeestem. Nem tudom, mennyi idő telt el, egy gödröt láttam, minthogyha álmodtam volna, és egy mély gödörbe estem bele, ami ingoványszerű volt, és egészen az ajkamig ért ez a gödör. Annyi tudatosult bennem, hogy ha tovább süllyedek a gödörbe, ebbe az ingoványos részbe, nem kapok levegőt, és meghalok, tehát megfulladok. És majd azt tűnt fel, hogy nagyon el van borulva fölöttem az ég, és én ott állok a gödörbe, és abban a sötétben olyan elveszettnek éreztem magam, abban a percben. Majd egy parányi szikra, fénysugár jelent meg, ami nagyon, de nagyon hosszú idő után úgy éreztem, hogy jön felém, illetve talán vagy én megyek feléje, és akkor tudatosult bennem, hogy mintha nem süllyedek tovább ebbe az ingoványba, akkor elém tárult a fény, de ez nagyon sok, hosszú idő telt el, majd amikor a fény odaért hozzám, akkor olyan érzésem volt, mintha valaki a tenyerére emelne, és berakadva a fénybe. És az egy olyan csodálatos, elmondhatatlan érzés, melegség, békesség és nyugalom, és szeretet vett körül, amit azt mondom, hogy se előtte, se utána soha senkit még nem ért át, vagy nem érhettem át. Majd, amikor ott voltam ebbe a fénybe, egy pillanatra láttam a testemet, és a testemből az a szó, hogy tanulj, tehát mind a neon betűkből kijelentve, hogy tanulj, az a szó jelent meg, de az tűnt fel, hogy előttem is ugyanez a szó volt. De éreztem, hogy mind a kettő az én vagyok, illetve nekem szól. Majd, minthogyha valaki erős kézzel megfogná a vállamat, és szó szerint kiraktak ebből a fényből. És utána elkezdett egész pici koromtól kezdve visszafelé az életem lepergett előttem. Tehát pici koromtól addig a napig. És utána nagyon hosszú időre sötétséget éreztem, tehát nem tudom, mennyi ideig feküdtem, mire a férjem rám talált. Teljesen, mintha most történt volna. Tehát bizonyos dolgokat elfelejtünk, illetve törlődnek valamennyire a memóriánkból. Ez annyira élénken él, hogy mintha mindig, minduntalan, most látnám. A film szerkesztője, Szigeti Kata, most újra a témához nyúlt, ezúttal egy interjúkötetet olvashatunk tőle, amelynek címe Halálközeli beszélgetések az életről. Van, aki csak úgy tudja élni a mindennapjait, ha nem gondol a halálra. És van, akinek segít, ha szembesül a múlandósággal, a félelmeivel. Szigeti Kata olyan tabuhoz nyúlt, amelyre sokan kíváncsiak, de csak kevesen mernek szembesülni vele. Most elkészült az interjú kötete, amely új perspektívából mutatja meg, milyen értékes is az életünk. Az elmúlás és az élet végessége, azok egyszerűen annyira kézenfekvő dolgok az életünkben, hogy kikerülhetetlenek. Mégis egyfajta mumusként kezeljük ezeket a dolgokat, ami valahol természetes is, hiszen senki nem szeretne meghalni, mindenki szeretne minél tovább élni, minél tovább a szeretteivel lenni és létezni. Ugyanakkor az életünk mégis úgy épül fel, hogy egyszer vége lesz.
az érdekelt engem mindig is az élet végessége kapcsán és az elmúlás, a mulandóság kapcsán, hogy hogyan lehet ezt beleilleszteni az életünkbe úgy, hogy közben teljes életet legyünk képesek élni. És az a kisfilm, amit annak idején a halálközeli élményekről készítettünk a kollégákkal, az ezeket a kérdéseket kezdte el feszegetni, és ezekre a kérdésekre próbált valamiféle választ adni. Te is válaszokat kaptál akkor? Tehát, hogy ez nyilván az alkotóra is hat. Rád hogyan hatott ez akkor, és aztán hogyan tudtad ezt tovább vinni, tovább élni, ezt az élményt? Igazából engem akkor az motivált, hogy ezeket az információkat valahogyan eljuttassam, valamilyen úton, módon platformot kapjanak, és az emberek felé lehessen kommunikálni. Tehát nálam tulajdonképpen akkor itt megállt ez a történet. Akkor is én abban hittem, hogy a halállal nem szűnünk meglétezni, és az, hogy a filmben szereplő interjúalanyok is erről beszéltek, és ezt megerősítették, tulajdonképpen ez tovább erősített engem ebben a meggyőződésben. A film után aztán teltek, múltak az évek, én az önismeret útjára léptem, és ez magával hozta azt is, hogy az élet végessége kapcsán érdekelt, hogy az önismeretben, az emberekkel való foglalkozásban milyen eszközök, technikák vannak, amikkel ezt a szálat tovább lehet vinni. Ezért végeztem el hospice önkéntes képzést, például részt vettem egy gyászcsoportvezető képzésen is. Nem vezettem igazából gyászfeldolgozó csoportokat sem, mégis úgy éreztem, hogy szükségem van ezekre az információkra. Ami viszont nagyon megragadott ebben az időszakban, és ez pontosan a gyászcsoportvezető képzésen történt, hogy volt egy olyan házi feladatunk, hogy írjunk dossziét halálunk esetére. És akkor ugye én ott ültem 31 néhány évesen, és akkor 31 néhány évesen az, hogy te leüljél, és leírd azt, hogy a halálod esetén mik azok a fontos dolgok, amiket te szeretnél, hogy megtörténjenek, vagy ne történjenek meg? Milyen temetésed legyen? Mi legyen a bankszámláddal? Kiket értesítsenek, ha történik veled valami? Akarsz-e üzenetet hagyni a szeretteidnek? Tehát ezek mind-mind olyan, hogy mondjam, hajmeresztő dolognak tűntek akkor, hogy annak ellenére, hogy hajmeresztő dolognak tűnt, mégis azt mondtam, hogy ez mekkora önismereti tanulás tulajdonképpen. És nagyon-nagyon ráirányítja, tehát ez a feladat nagyon-nagyon ráirányította mindenkinek, minden részvevőnek a szemét arra, hogy az életünk véges, és hiába vagyunk 20 évesek, 30-valahány évesek, vagy 40-valahány évesek, ez egy kikerülhetetlen tény. Történt valami, eljött 2019 vége, 2020 eleje, amikor ez valahogy globálisan is tudatosult az emberekbe, és hát ahogy írod a könyved előszavában, aminek egyébként már a címe is beszédes, hiszen az a címe, hogy halálközeli beszélgetések az életről. Ott is írod, hogy tulajdonképpen ez volt az időszak, ami újra visszahozta ezt a gondolatot, hogy akkor az életünknek milyen értéke van, és hogy a halál jelenléte mennyiben változtatja meg bennünk azt, hogy hogyan értékeljük az életünket. Ez az időszak, ez ráerősített nálam egy már akkor hónapok óta tartó folyamatra. Biztos nem véletlen az egybeesés. Én a 30-as éveim végén lettem édesanya, és az ember a 30-as évei vége felé talán már könnyebben elgondolkozik azon, főleg, hogyha szülővé válik, hogy hát vajon meddig fog élni, hiszen ott van egy csöpség, akit szeretne felnevelni, és akkor legalább még minimum 20-30 évet azért jó lenne, hogyha az életben maradna az ember. És akkor, amikor mielőtt még a 2020-as
események elindultak. Előtte engem már foglalkoztatott egy kicsit erősebben az elmúlás kérdése, pontosan abból kifolyólag, mert hogy édesanyává váltam, és ez egy olyan új életciklus volt az életemben, ami felerősítette az elmúlástól való félelmemet. Ezt így utólag tudom ilyen nagyon jól megfogalmazni, nyilván amikor ott abban benne voltam abban az élethelyzetben, akkor csak azt vettem észre, hogy elkezdtem jobban azon aggódni, és több félelmet táplálni azzal kapcsolatban, hogy mi van, hogyha elveszítem a szerettemet, mi van, ha én elveszítem magamat a halál által, ott van a gyermekem, ott van a férjem, és így tovább, és így tovább. És akkor tulajdonképpen elindultam megkeresni ennek a félelemnek a feloldási lehetőségét, vagy lehetőségeit. Már hónapok óta foglalkoztatott ez a téma, találtam könyveket, az egyik ilyen könyv olvasása közben 2019 nyarán jött a gondolata ennek a könyvnek, hogy egészen pontosan egy álomnak köszönhetően, hogy írjak egy interjúkönyvet a halálról. Milyen érdekes, hogy a COVID-járvány akkor még azért nem volt világszintű. Igen. Sőt, talán nem is nagyon tudtunk róla, nem, hogy van ilyen. Igen. Tehát a COVID-járvány ugye az 2019 őszétől kezdtek a hírek jönni, hogy Kínában valami nagy baj van. Nekem pedig ez a gondolat már nyár óta ott motoszkált a fejemben. Jöttek a hírek, és azt lehetett tapasztalni, hogy mindenki egy más síkra helyeződik, mindenki más síkra helyezi önmagát az életben, a hétköznapi életben. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy így az arcunkba tolta ez az egész helyzet azt, hogy az élet az véges. Nagyon az arcunkba tolta. Tehát lehet, hogy eddig nem foglalkoztunk vele annyira, de biztos, hogy mindenkinél volt olyan pillanat, amikor ezt úgy nagyon, nagyon elétette az élet, akár úgy is talán, hogy elveszítette valaki a szerettét, vagy akár úgy, hogy nem veszítette el, de mégis ott volt ennek a szele. Talán a leghajmeresztőbb, vagy a számomra a legaggasztóbb helyzet, vagy gondolat, talán mondjuk így, az volt, amikor arról jöttek a hírek, hogy ha találnak valakit, aki covidos, akkor olyan szinten elkülönítik a családjától, hogy gyakorlatilag konkrétan fizikailag eltávolítják. És akkor ugye az ember azért ezt úgy végig gondolva elég furcsa helyzetnek tartja, főleg amikor ugye van egy kisgyereke, és belegondol abba, hogyha most mondjuk ő megfertőződik, akkor most elszakítják gyerektől, vagy a gyereket a felnőttől. És bevallom őszintén, hogy hál' Istennek a környezetemben nem volt ilyen, és nem is volt erre példa, és nem tudom, hogy egyébként volt erre példa, de egyszerűen azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek is tovább erősítették az emberekben a félelmet, és azt, hogy ezzel valamit talán kezdeni kellene. Jó egy éves folyamat volt, amíg készültek az interjúk, és történtek a beszélgetések, és természetesen ez az egész folyamat egyfajta terápia is volt számomra, túl azon, hogy reméltem, hogy azok, akik majd elolvassák a könyvet, fognak tudni egy-egy olyan gyöngyszemet magukkal vinni a lelkükben, ami segítheti őket tovább az úton ebben a témában. Én minden interjú alanytól és beszélgetőtárstól nagyon-nagyon sokat kaptam. Segítettek különböző nézőpontokból megvilágítani a halandóságunkat, az élet végességét. Láthattam azt, hogy ők hogyan tudtak túlélni olyan veszteségeket, amiket nem tudom, hogy más képes lett volna-e. Ezeket a veszteségeket ők úgy tudták ráadásul feldolgozni, hogy azóta is teljes életet tudnak élni. És azt gondolom, hogy ez az egyik fontos üzenete az élet végességének, hogy tudunk-e valami olyasmit kezdeni ezzel az egésszel, hogy azáltal
ne szomorkodva éljük az életünket, hanem teljesebbé váljunk, hogy boldogabban az értékekre koncentrálva legyünk képesek élni. A könyvkészítése közben csengtek le bennem azok a tanulságok, amiket én tovább viszek a lelkemben. És ehhez kettő olyan történés is hozzásegített, ami kvázi véletlennek tűnő dolog, de nyilván utólag az ember látja, hogy ezek pont azért jöttek ezek a történések, hogy segítsék a könyv üzenetének a továbbadását. Mi a családban nagyon sokszor elmondjuk egymásnak, hogy mennyire szeretjük egymást. És ennek különösképpen akkor láttam meg, hogy milyen sok értelme van, amikor szintén a könyvkészítés időszakában, de már a vége fele megkérdezte a néhány éves gyermekem, hogy anya, az Isten miért úgy teremtette az embert, hogy egyszer meghaljon? És akkor ez egy olyan kérdés volt, hogy megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy ez az emberiség egyik legnehezebb kérdése. Amire ott akkor valamilyen jó választ szerettem volna adni. És ehhez a szeretet érzéshez tudtam visszakanyarodni, illetve ahhoz a úgymond hitemhez, hogy ugye, amit mondtam az elején is, hogy én úgy gondolom, hogy a halálunkkal nem szűnünk meglétezni, és a gyerekek számára van egy erről szóló nagyon jól megírt könyv, az Élet olyan, mint a szél, amit néhányszor már olvastunk. Na és akkor én azt válaszoltam a kisfiamnak, hogy talán azért teremtette úgy az Isten, hogy meghalljunk, mert hogyha örökké élnénk, ha sose halnánk meg, akkor lehet, hogy soha nem mondanánk egymásnak, hogy mennyire szeretjük egymást, mert úgy gondolnánk, hogy nincs rá szükség, hiszen bármikor ott van a másik a számunkra, hogy elmondjuk, gondoljuk mi ezt. Így viszont nagyon sokszor elmondjuk, hogy szeretjük egymást, és én is ezért mondom már neked, hogy nagyon szeretlek, mert így most már biztosan tudod. És azt is tudnod kell, hogy a szeretet az egyetlen, ami a halálon is túlmutat, és akkor is a szívedben érzed majd, hogyha majd kiszáll az élet a testből. És akkor tulajdonképpen akkor így nagyon kicsit meg is illetődtem, meg is ijedtem, hogy ebből mennyit sikerült átadni a kisfiamnak, de aztán amikor azt mondta, hogy anya, én téged örökké szeretlek, akkor így megnyugodtam, hogy akkor valami eljutott. A barátnőm felhívott azzal, hogy az édesanyja kórházba került, nagyon súlyosan beteg, és beszélgettünk pár szót, és nagyon érezhető volt, hogy ott az anyukája most nagyon közel került a meghalás állapotához. És akkor tulajdonképpen mindazok a könyv által kapott üzenetek, amik bennem lerakódtak, azok egyszer csak így azt mondatták velem, hogy kérdezzem meg a barátnőmet, és mondtad-e anyukádnak, hogy szereted őt, és hogy köszönsz mindent, amit kaptál. Mert hogy azt éreztem, hogy ha ezt az időpillanatot most nem használja ki a barátnőm arra, hogy ezt esetleg tisztázza, ha kell tisztázni, akkor ha mégis meghal az édesanyja, akkor az sokkal nehezebbé fogja tenni az ő gyászát. Nem tudtam, hogy ők milyen viszonyban voltak, vagy vannak így az életükben. Ez csak úgy jött, ez a kérdés. És akkor azt kérdezte a barátnőm, hogy miért úgy gondolom, hogy meg fog halni az anyukája. És akkor mondtam, hogy én nem tudom, hogy meg fog-e halni, vagy hogy mi van az ő sorsába. Hogy lehet, hogy most annyira közel került ehhez a helyzethez, hogy végül is veszíteni valód nincs azzal, hogyha megköszönöd mindazt, amit kaptál. Aztán legfeljebb sokkal jobb a helyzet, mint gondolod, és akkor nem történik semmi. Tehát
zajlik tovább az élet. A barátnőm anyukája viszonylag hamar kijött a kórházból gyógyultan, és én azt gondoltam, hogy biztosan nem is volt olyan súlyos az állapota, és hogy igazából nekem is csak a megérzéseim a bolondját járatták velem, de aztán rá másnapra kiderült, hogy a barátnőmnek elmondta az édesanyja, hogy két olyan dolog segített neki szerinte visszafordulni a nehéz helyzetből, ami két telefonhívás volt, és az egyik az az volt, hogy a barátnőm felhívta őt, és elmondta neki, hogy köszön mindent, és hogy mennyire szereti. És nekem akkor derült ki azon a ponton, mert elmondta a barátnőm, hogy ő soha nem mondta még ezt el az édesanyjának. És én ezt nem tudtam, hogy ő akkor ott először mondja ki ezeket a szavakat. És ez akkora plusz erőt, energiát adott az édesanyjának, hogy egy ilyen nagyon súlyos betegséget is képes volt leküzdeni. De az, amit a barátnőm véghez vitt azokban a pillanatokban, tehát azt gondolom, hogy az is egy hatalmas dolog, ugyanis az történt, hogy ugye ő hitetlenkedve ő fogadta talán, vagy nem is hitetlenkedve, hanem meglepődve fogadta azt a kérdést, hogy elbúcsúztál-e édesanyától. Nem folyatta át a lelkén, úgymond, annak a lehetőségét, hogy az édesanyja akár meg is halhat. De ott akkor abban a pillanatban tulajdonképpen szembenézett a mulandósággal, és elengedte az egész mulandóság kérdést, rábízta a sorsra az édesanyja életét, és így tudott már teret nyerni az ő lelkében az a fajta szeretet, az a fajta szívenergia vagy szíverőtér, ami aztán segített neki kimondani a köszönömöt, meg azt, hogy szeretlek, és ugye ez a fajta szeretet, ez nem az a gicses, elcsépelt szeretet, amiről olyan sokat hallunk, hanem ez az a fajta szeretet energia, amiben nincs ott a ragaszkodás. Annak a fajta szeretetnek, ami az elmén is túlmutat, ami a halálon is túlmutat, és ami időkön át is összeköt lelkeket, annak teljesen mindegy, hogy most fizikai testben van-e az a lélek, vagy nem. Hogy él-e, vagy éppen a másik oldalon van. Ez az a szeretet energia, amiből táplálkozva azt gondolom, hogy a barátnőm el tudta mondani az édesanyjának azokat a szavakat, amelyek őt most már bármikor is halljon meg, de elkísérik majd a lelkében.